Grazie. La parola all'onorevole Shekidi per un minuto. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sajnálom, hogy erre a nagyon fontos témára csupán egy percem jutott, és engedjék meg, hogy akármilyen kevés időről van szó, de tájékoztassam Önöket, hogy ezekben a pillanatokban is szörnyű árvíz pusztít Észak-Magyarországon, Felvidéken, Lengyelországban, emberek százainak az élete forog kockán, és innen is biztosítsuk őket, hogy Strasbourgból, az Európai Parlamentből is szolidálunk, együttérzünk az áldozatokkal, és kívánjuk, hogy ez a pusztító árvíz minél hamarabb levonuljon, és kérem arra az Európai Parlament vezetőségét, hogy adott esetben, hogyha erre szükség lesz, a segítségét ajánlja fel az áldozatoknak. Jelenleg is több tucat olyan város, észak-magyarországi város van, amelyik teljes mértékben víz alatt van. Reméljük, hogy a sors és a jóisten kegyelmébe veszi ezeket a katasztrófa sújtott területeket. Ezzel a jelentéssel a legnagyobb probléma az, hogy a itt lévő képviselők mindannyiunknak fontos az emberi jogoknak a magasabb dimenzióba való emelése, az emberi jogoknak a védelme, de ebben a jelentéshez, tehát az egyezményhez való csatlakozással nem nő az emberi jogoknak a védelme, csupán az Európai Egyesült Államoknak az eszméje emelkedik fel, amelyet nem tartunk jónak, hiszen a szuverén államok, a tagországok már csatlakoztak ehhez az egyezményhez, azt pedig ellenezzük, hogy ezzel a szimbolikus döntéssel is azt sugalmazzák, hogy egy nagy birodalom részei vagyunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie. La parola all'onorevole Casini per due minuti. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signora Commissario.